Rezsnyák Péter, kivitelező építész vagyok. Sziasztok, a szaki ellenőr. Itt a hátam mögött láthattok egy körülbelül 30 éves házat, amit elkezdtek felújítani a fiatal tulajdonosok, és egy szuper lehetőséget kaptam, hogy csinálhatok róla egy kis videót, és megmutathatok nektek néhány olyan dolgot, ami ebben az időben épült házakon jellemzően előfordul, mégpedig azt, hogy a homlokzatfesték mit csinál akkor, amikor a pára bedúsul alatta és elkezd felhólyagosodni, ledurrogni a felületről. Nyilván ez fel lesz újítva, és akkor utána már nem lesz vele semmi gond, de nektek hasznos lehet az az információ, amikor egy ilyen házat akartok megvásárolni vagy felújítani. Szóval akkor lássuk a falat! Amiről felismerhető a jelenség, azaz a saktábla-szerű rajzolat. Mondhatnánk azt, hogy kockás a felület, de jól tudjuk, hogy ezek nem kockák, hanem négyzetrács, és valósággal kirajzolódik az egész felület, hogy pontosan hogyan helyezkednek el itt a téglák, és látszik, hogy el van repedve a felület. Egyszerűen azért, mert megszorul mögötte a pára, és szépen valahogy csak ki akar onnan jönni, és valósággal lerobbantja a felületről a festéket. Ha kézzel megtapintjuk, akkor itt lehet érzékelni, hogy a festék az fel van pöntörödve ezeken a repedéseken. Ugye annak idején azt mondták, hogy egy bizonyos vastagságban kell felkenni a falra ezt a festéket, és akkor az milyen jó lesz, viszont akkor nem takart. Ezután vastagabban kentik a festéket, hogy szebben takarjon, akkor viszont már megszűnt a pára áteresztő képessége, még ami volt az is. Itt is nagyon jól látszik, hogy hogyan kirajzolódik ez a mintázat, és ott a fentebbi részeken, ott pedig valóságos huplik vannak már a felületen, és ez is azt mutatja, hogy a felületet megdolgozta belülről a pára. Ezen a délnyugati homlokzaton még inkább látszik, és még nagyobb felgyüremkedések vannak itt a szélén. Látszik egyébként itt egy vakolati javítás is már. Próbálták ezt valahogy helyrehozni. Itt, hogyha megkapirgálom, akkor itt látszik, hogy maga a vakolat alatta tönkre van menve, de még azért a festék tartja a körmömet, itt bele lehet nyomni. Szóval ezen az oldalon, ahogy megszorult alatta a pára, és utána megsütötte a délnyugati nap, akkor a gőz képződés még inkább beindult, és annál jobban letolta. A nyilászárókat itt beépítették, új nyilászárók kerültek ide, és nyilván a következő lépés majd az lesz, hogyha anyagilag magukhoz térnek, akkor hőszigetelnek. És akkor, amikor erre rákerül egy megfelelő vastagságú hőszigetelés, akkor a hőszigetelő burok alatt ez a felület már meleg lesz. Ha ez meleg helyen lesz, akkor már nem akarja letolni a festéket, és nem fog alá beszorulni a gőz. Úgyhogy tulajdonképpen ennek a megoldása az, hogy kap egy megfelelő hőszigetelő vakolatrendszert, és akkor már nem lesznek ilyen páratechnikai problémák. Ennél sokkal rosszabb nem lesz a felület. Tehát nagyjából így néz ki. Sajnos ez a 90-es éveknek a nagy baklövése volt. A hőszigetelő perlit vakolat például, és az annak a tetejére felhordott műanyag alapú, állítólag páraáteresztő vakolat.